Variációja végtelen, tényleg végtelen a lehetőség van. Különösebb, ennek különösebb jelentése nincs, díszítő funkciója van. Jól mutat egy ilyen padon. Épp egy a faragásban gyakran használt motívum készül a tölgyfa pattámlára. Czapó Pál szinte az összes zalaegerszegi alkotótáborban részt vett. A Békés Csabai szakember szerint jó a társaság és a munka, minden hasonló alkalom gyarapítja szakmai tudását és élményeit. Szerintem minden területen szükség van mindig a fejlődésre. Tanulni mindig lehet, sokan jövünk össze, sok helyről, sokat lehet tanulni, sokat lehet fejlődni. Mi is tanítunk másoknak, mások is tanítanak nekünk dolgokat. A tábor léte abból az igényből fakadt, hogy a fafaragó társadalomnak régóta nem volt hasonló összejöveteli lehetősége. Az induláskor született az ötlet, hogy létrehozzanak egy kárpát-medencei sírjelgyűjteményt. 2019-ig az elkészült darabok raktárban gyűltek, majd megnyílt a különleges park. Itt idén az utolsó simítások zajlanak. Most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a sírjellel kapcsolatos tevékenységünk itt kimerül. Még egy kerítésmezőt fogunk csinálni, vagy most csináljuk is már. Az összes többi az már csak a környezetszépítés, meg a szükséglet, az igények mentén zajlanak a tevékenységek. Az évek során 40-nél több alkotó érkezett az ország minden részéből, sőt határon túlról is. Idén 21 a létszám. Ezúttal is vannak fiatalok, akik igyekeznek felzárkózni a tapasztalt mesterekhez. Ambrus Bonifác a következő évben végez faművesként a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnáziumban. Most másodjára jöttünk el a diáktársaimmal. Hát én is otthon, meg az iskolában is azért van lehetőségem szerencsére faragni, vannak eszközeink, alapanyag, de itt azt, hogy egy közös alkotást többen nagy anyagokkal, nagy eszközökkel, sokkal nagyobb mértékben lehet itt alkotni, és tényleg talán a jelentősége is egy másik lélegzetvétel. Tényleg meghallgatni mások véleményét, azt, hogy a mesterek, vagy az idősebb korosztályban tapasztaltabbak, mit mondanak. Az idei rendezvény szombaton zárul. A tábor jövőre mindenképpen folytatódik, a programról még zajlanak az egyeztetések.